A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép jó estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Mai adásunkban visszatekintünk az 50 évvel ezelőtti fantasztikus szereplésre a müncheni olimpián, illetve 70 évre is visszamegyünk, hiszen Helsinkiben mindenők legeredményesebb olimpiai szereplését érték el a magyar sportolók, vendégem pedig természetesen Külajos, az Aranycsapat Alapítvány elnöke, illetve a müncheni olimpián az ezüstérmes labdarúgó együttesünk egykori tagja. Örülök, hogy itt vagy velünk, szervusz! Szép napot kívánok, szeretettel üdvözöllek! Először is a fél évszázaddal ezelőtti történésekről kell, hogy beszéljünk, hiszen ez egy rendkívül fontos történet. A személyes sorsodat is bizonyos értelemben meghatározta, hiszen kevesen mondhatják el magukról, hogy olimpián vettek részt, ez egy legendás csapat volt egyébként, és ráadásul, hogy egészen furcsa körülmények között nem lett arany abból az ezüstből, de hát én azt mondom, hogy ettől függetlenül fontos pillanat. Ne feledjük, hogy 6 aranyérmet szereztek a magyarok, ugye Gedő Gyuri, Balczó András, Földi Imre, Fenyvesi Csaba, a férfi párbajtörő csapat is olimpiai bajnok lett. Így igaz. Ezüstből volt sok, rengeteg, bronzból nem különben. Sok. No, de viszont egy kicsit beszéljünk arról, mert erről óvatatlanul is kevés szó esik, hogy először legyünk egy kicsit a méltósággal emlékezzünk meg, hiszen Münchenben volt az izraeli sportolók ellen az a merénylet, amelyet személyesen is megéltetek. Hát sajnos ez egy tragédia volt, ugye? Tehát az tragédia volt. Az történt ugye, hogy készültünk a nyugatnémetek ellen foci meccsre, kérem. És hát, nagyon sokáig melegítettünk, már túl voltunk már a kezdésen, hát mi történt? Tehát nem szólt senki semmiről. És akkor érdeklődtünk, hogy mi történik itt. Mi egyáltalán a lehetőség itt most. De és akkor közölték vélik, hogy szélsőséges, a jó Isten tudja, Fekete Szeptember szervezet, kire a palesztin szervezet, megtámadta az izraeli pavilont. Az pontosan ott van, Kolonyi Strasszén, ott volt, kérlek szépen, a magyar szállás helye szembe. Tehát egy utcába. És akkor ugye megtámadták őket, mindenkit összegyűjtöttek ott egy csomóba, ezek a Fekete Szeptember szervezetesek, és kérem, következő kéréssel, hogy követeléssel álltak elő, azt a 150 ezer foglyotot kérem, mit tudom én, Haifa mellett kérem, azon elengedjék szabadon, őket is engedjék szabadon, repülőgépet kértek, stb. Voltak különböző kéréseik, követeléseik. És akkor, hát illám gyorsan összehívta a kérlek szépen, úgy hívták ezt az ürjembet, hogy Willy Brandt, ő volt akkor a kancellár, korábban nyugat-berli polgármestere volt, és krízis szicunk, tehát krízis értekezlet, villám gyorsan összedugták a fejüket, mit lehet ebben a szituációval csinálni, mert közölték, hogy oké, amikor bejelentették ezt a követelést, azt mondták, hogy egy órán kint kérek szépen egy fejet kidobnak, hogyha nem veszik komolyan a szervezők. Először azt hitték, hogy humorizálnak ezek nem vicceltek. A második fejkidobás után kérek szépen összehívta az előbb említett Willy Brandt a krízis értekezletét, és azt a döntést hozták, hogy pénz, paripa, fej, mindent adnak. Csak itt békésen kell a dolgokat elintézni. És akkor megtörtént. Azt kérlek szépen, hogy ugye, a legfontosabb dolog az volt, hogy onnan elszállítsák ezeket a provokátorokat. Meg is történt, kivitték őket a repülőtérre, és azt mondták, szabad elbocsoltás, stb. Lesz. Nyilvánvalóan nem ez volt, hanem ott várták már őket a mesterlövészek, és haromra lőtték ezeket a Fekete Szeptembereseket. Két ember élte túl. Érdekes módon az a 3 hónappal később Budapesten találkoztunk, itt kezelték őket, itt rehabilitálták őket a sportkorházba. Alkotán 48, ez egy szép partja volt. Na mindegy. A lényeg a dolognak az, hogy ugye 11 halott volt, gyászünnepség volt, gyászszertartással kérem, de elhangzott az Every Brandage-nek az a híres mondata, kérlek szépen, a game must go on. Tehát a játékunknak folytatódni kell. 80 ezer ember ott hallgatta, tapsihalt, kérlek szépen, folytattuk a játékokat. Ezzel le lett szerelve ez a történet. Egyébként Steven Spielberg
kitűnő filmet csinált erről. Hát kitűnő filmet, érdekes filmet csinált erről. És akkor ugye látta ezt a történetet. Ez egyébként rányomta a bélyegét az olimpia történéseire, sőt, hiszen a ti mérkőzésetek akkor egy kicsivel újból kellett játszani, és később kezdődött. De emlékezetes volt, mert két góllal, kérlek, hála Istennek két góllal hozzá tudtam járulni a döntőbe jutáshoz, kérlek szépen. 4-2-re győztünk, kérlek szépen Németországán, két gólt tudtam rúgni, és benn voltunk a döntőbe. Onnantól kezdve már a legrosszabb eset az ezüstérem volt. Igen, érdekes volt ez a szituáció, essék szó az ezüstéremről is, mármint a történetéről, hiszen azt tudni kell, hogy az olimpiai elv miatt a döntetlen esetén, amit ez a Szovjetunió és NDK meg is csinált, döntetnél mindketten bronzérmesek lettetek volna. Csibész módon. Illetve a döntőben magyar-lengyel mérkőzés volt, és ott is elkezdődött a tárgyalás arról, hogy legyen döntetlen, hiszen akkor mindkét válogatott aranyérmet kap. Így van. Már a mérkőzés előtt, olimpiai bajnokok lehettünk volna. A lengyelek is így gondolkodtak, Lengyelország soha nem győzött a háború után, tehát a második világháború után Magyarország ellen, és könyörögtek, ismerve a játékszabályt, versenykiírást, ugye döntetlen esetén nincs hosszabbítás, ezzel a németek azt akarták, nyugat-németek, ugye akkor még az volt, hogy nyugat-németek Münchenben, Bajorország gyönyörűséges fővárosában azt akarták, kérem, hogy hát akárhogyan is, hát ők vannak olyan gazdasági állapotban, kérem, hogy kétszer is ki tudnak 20 érmet, aranyérmet kérek szépen osztani. Nos, hát ez nem valósult meg, holott... Nem, könyörögtek, mi azt mondtuk, hogy nem. Holott... Játszunk fair meccsen. Mi fair play díjasok lettünk. Egyébként egy remek, ez fair playből nagyon is valóságos történet. Egy remek lengyel csapat ellen játszottunk, tehát ott játszott Dejna, aki végül is a góljaival eldöntöttem. Lubanszki, Látó, Sarma, Gadoha, tehát egy remek csapat Tomaszewski, volt. De hát a mi csapatunk is nagyszerű játékosokból állt, és hát kikaptatok kettőt. Hát első félidőben vezettünk 1-0-ra. Tehát vezettünk 1-0-ra. És akkor hát a Bayern München öltözőjét kaptuk, mivel ott kétszeres olimpiai bajnokként érkeztünk oda, már a labdarúgó csapat, ugye először, vagy előtte, ennek az olimpiának előtte kérem, Tokióban 1964 olimpiai bajnok, 68-ban Mexikóban olimpiai bajnok, a magyar foci csapat kérek szépen, és akkor most vártuk azt, amit közöltek is vélünk a vezetőkért, hogy az újkori olimpiák történetében páratlan sikersorozat lenne az, hogyha háromszor egymás volt, ilyen még nem fordult elő. Majd ti lesztek azok, lehettek azok, tegyétek fel a koronát a teljesítményetekre, és akkor Isten adta népünk, kérek szépen, nagyon-nagyon boldog lesz. Azért nézzük meg, hogy ebben a csapatban kik játszottak végül is, hiszen a ezüstérmes csapat volt. Bálint, Branikovics, Dunai, két Dunai, Géci, Juhász, Kocsis Lajos, Kovács Józsi, Kozma Misi, Külajos természetesen, Rotelmer, Szűcs Lajos, Tóth Kálmán, Váradi Béla, Vépi, Vidács, Básti, a Salgó Tarján barátunk, és Rappimre volt a cseletkapus Pécsről. Tehát ez egy remek csapat. Jó csapat. Hogy éltétek meg a vereséget? Hát ugye, hát komolyan mondom, én teljesen össze voltam roppal. Azt mondtam, abba hagyom a játékot. Olimpiai bajnok akartam lenni, és hihetetlen volt, óriási csalódás volt, enyhén szólva, tehát enyhén lefestve a dolgokat. Teljesen ki volt, azt mondta, hogy nem is érdekel foci ősszel. Tehát olyan, nem tudtam elfelejteni ezt. Állandó jelleggel a fejemben volt, és tényleg, hát, hogy ott voltunk, és könyörögtek nekünk. Jó, ez egy rendkívül pozitív dolog. Hát azt kívánom a következő generációknak, hogy éljék azt meg, hogy kérem az első helyért folytatott küzdelembe, könyörögjenek magyar válogatotta, akár Európa-bajnokságon, világban, vagy olimpián, hogy kérem, osszuk meg a helyet. Hát csak mi azt mondtuk akkor, hogy felmódom. Még egyszer mondom, szünetbe vezettünk kérlek szépen 1-0-ra, a Bayern München öltözőjét kaptuk meg, és akkor kérem, hát akkor már olyan hát lázba volt mindenki, egymást csókolgatták ott a vezetők, csak ennyit tudott mondani, mert tele volt mindenféle fajta ilyen téglákkal az öltöző. Tégláknak neveztük azokat az embereket, akik különböző információkra voltak kihozva, spicik voltak, kérlek, figyelték a játékosokat, ki kivel találkozik, kivel intézkedik, vagy mit próbálja a szocializmust megdönteni, stb. Egymást csókolgatták ott az edzőknek, dr. Rokat Károlynak és Ilovszky Rudolfnak, nem volt esélye se, hogy beszéljen, mert telt ház volt ott, kérlek szépen. És akkor egyet tudott mondani a szövetségkapitán, hogy még 45 perc, és olyan mulatozás veszít kezdetét, amiért a világ még nem látott, érted?
ha háromszor egymás után olimpiai bajnokok vagyunk, az újkor olimpiák történet, ez páratlanul kevesebb fantasztikus. Hát nem így történt. Hát nem így történt. Tehát utána, hogy mondjam, hát halálhörgés, temetői hangulat volt az öltözőben, a meccs után kérlek szépen ült mindenki szótlanul, megjegyzem, fél időben, hogy említettem, hogy teltház volt az öltözőben, a meccs után senki. Senki. A Illovszki szövetségi kapitány volt, meg a játékosok. Leholgasztott fővel, és ültünk ott, csapzottam, mert szakadt az eső, és egyszer csak csöngetnek, beszól valaki, hogy uraim, eredmény hirdetés, akkor megyünk ki. Megyünk ki, vonunk ki szakadó esőbe, látjuk a harmadik helyen a Szovjetunió csapata, kérlek, eredmény liegnek, röhögnek, megyünk tovább. Hát a lengyelek a hetedik mennyországban soha nem voltak még olimpiai bajnokok. Egyedül mi mentünk oda, hát ha megnézed a fényképet, hát körülbelül a gulág árcsipel, tehát a gulágra mentek így az emberekkel 25 év után, 25 éves elítélés után, kérlek szépen. Ilyen fényképek vannak. Hát teljesen ki voltunk érte. No. Viszont ennek van utóélete, hiszen ebben az esztendőben volt, ahogy mondtuk már, az 50 éves évforduló, és a németek 50 ország érmeseit hívták meg. Igen. Egy ünnepélyes találkozóra. Igen. Egy fantasztikus gála volt. Csodálatos volt. Hogy zajlott? A képeket láttam, hogy készült egyenruha is, és azt hiszem, hogy remek csapat mehetett hazánkból is. Hála Istennek! De 38-an voltatok, ki mindenki volt. Igen. Mi történt Münchenben? Sajnos a Balcó bandiék nem tudtak jönni egy páran, de akik ki tudtak jönni, Rejtő Ildikó kijött, kérlek szépen, olimpiai bajnokok korábban. Gedó Gyuri barát, ő volt a szobatársa. Ő is bottal jött, komoly hát, problémája volt a térdével, és operációra kellett, hogy bemenjen a kórházba. De mondtam, Gyurikám, gyere, elviszünk, cipelünk a hátunkon, nem érdekes, csak gyertek el. A Rejtő Ildikó, kérlek szépen, 85-86-ban van. Ildikónak is mondtuk, föltettük a buszra, levettük a buszról, segítettünk neki sétálni, stb. Stb. Tehát jó volt ez az ünnep, annál is inkább, volt. Hiszen a születésnapodra esett. Na, óriási volt, kérlek. Egyszer csak hallom el, hogy a Happy Birthday-től megy a nóta. Mit történik itt? És akkor jönnek a tortával, jönnek a mit tudom, mivel, kérlek, csindadrattával, kérlek szépen, akkor Happy Birthday-től a szálloda vezetősége és a Magyar Olimpiai Bizottság nevében, meg a Német Olimpia Bőzeg nevében, legnagyobb szeretettel, tisztelten köszöntek. Óriási meglepetés, hogy néztem, mint a moziba. De nagyon jó esett tényleg. Tehát egy remek, milyen programok fantasztikus. Voltak? Fantasztikus, a káprázatos programjaink voltak, kérlek szépen. De először is azt mondom, hogy megemlékeztünk ugye a szállásainkkal szemben levő zsidó pavilonnál, ott az emlékműnél, kérlek szépen, egy emlékműt készítettek. Fejet hajtottunk, koszorút elhelyeztünk, kérlek szépen, az emlékezés hogy a világját letettük, kérlek szépen, és ugye természetesen egy katasztrófa volt, megadtuk a végtiszteletet ezeknek. Egyébként az olimpiai falu fantasztikus jó körülmény, jó állapotban van, kiadták ugyan különböző privát vásárlóknak, de ragyogó jó állapotban volt. Olimpiai stadion lettó, és akkor leventünk abba az öltőbe, vagy München öltözőbe, ott is nosztalgiáztunk, hát ugye az esetet a döntővel kapcsolatosan, hogy itt voltak a téglák, így volt ez, így volt az, így volt. Szóval érdekes, hogy elmentünk az uszodába, megemlékeztünk arról is, kérlek szépen, ugye a magyar válogatott vízipolósok, kérlek szépen, veretlenül, csak rosszabb gólarányjal, kérlek szépen, ugye másodikok lettek. Igen, és ott láttuk, ott láttam személyesen az olimpia legnagyobb egyéniségét, aki fél magyar volt, egy Már Spitz. A nagy papája, kérlek szépen, 15-ben diszidált. Igen, 7 aranyjal, ez egy csoda pillanat. Nem, ilyet nem láttam, Lajoskám. 400-as férfi gyorsváltó volt, fej mellett az utolsó emberig. Utána az utolsó ember, a negyedik ember beleugrott, 50, vissza, 52, és kirepült, ahogy hívják, kérlek szépen, úgy repült ki a úszodából, a vízből, már ott álltak világrekorddal, kérlek szépen, ott várta a három másik társa, fölkapták, és csináltak egy diszkört. Ilyet még az életemben nem látta. De ez ilyen úszót se. Így van, tehát fantasztikus élmény. Óriási, Mark Spitz, egy magyar srác, kérlek szépen. Mint ahogy hatalmas nagy élmény volt számunkra, a Helsinki olimpia 70 esztendeje történt. Még egyet, Münchennel kapcsolatosan. Óriási nagy mulatozás volt, egy gyönyörű csárdába, kérlek szépen, Münchenben, Franziskanerhof. Káprázat a zene, és a legnagyobb mulatozás közepette, oda jön a zenekarnak a vezetője, és angolul mondja, hogy nektek, you must be so proud.
Tehát, hogy nektek nagyon büszkének és ball happynek kell lenni, kérlek szépen, mivel, hogy your prime minister is the greatest man of the whole wide world. A ti miniszterelnökötök, Viktor Orbán is the greatest. No, nem akarom mondani a Olaf Scholzra, mit mondott, érted? Hát, ja, de nem mondom. Azt mondja, ez egyetlen ember Európában, akinek egészséges agyvele van. Viktor Orbán. Mondom, hangosabban mond, hogy mindenki hallja. Ott voltak a Gyulai Zsolték, tehát a Magyar Olimpiai Bizottság, Schmidt Pali, kérlek szépen, Fábián Laci, sajnos. Többiek, a Balcóik nem, de ők képviselték, kérlek szépen. Tehát felejthetetlen volt, mint ahogy felejthetetlen számunkra 70 éves történés Helsinki-ben 1952-ben 16 arany, 10 ezüst, 16 bronz. Igen. Ez egy fantasztikus történet. Ugyanakkor az Aranycsapat Alapítvány gondoskodott arról, hogy egy méltó emlékmű épül, te magad, így van. Sajnos ez Helsinki-ben nem valósulhatott meg, erről már beszéltünk, függetlenül attól, hogy a rendkívül és meghatalmazott nagykövetünk is, igen, próbált ebben segíteni, illetve az Olimpiai Bizottság nem különben. De aztán jött a jó hír, hogy itt Székesfehérváron... Hát még Budapest volt, ugye? Először Budapest volt. Ott csak kaptunk engedélyt. Így van. Kanácsa, igen. Ezen mondjuk nem csodálkozom, ismerve most a budapesti városvezetést, de holott én azt gondolom, hogy ennek az Olimpiai Parkban lett volna. Hát igen, de most figyelj, ha nem kaptunk engedélyt, akkor... Így van. Melokko Miklós kiválasztottál, mondja, Miklós, ez a te dolgot, kérlek szépen, te vagy ebben a legnagyobb, légy szíves, akkor választ ki azt a helyet, a véleményed szerint a legideálisabb lenne. Csodálatos két tölgyfa között kiválaszt, és akkor közölték velünk, hogy nem. Igen, hát az Olimpiai Park pedig egy ideális helyszín lett volna. Igen. Viszont a helyszín Székesfehérvár lett, a Bregyó Közi Sport Központban, és azért említsük meg, hogy Melokko Miklós, aki ezt a szobrot készítette, káprázatos lesz, majd erről rögtövest beszélünk, de ebben benne van természetesen rajtad kívül Tolcsvai Béla barátunk. Tolcsvai Béla barátunk, felkértem kérlek szépen a Tolcsvai Bélát, hogy írjon egy győzelmi dalt. Komponált, kész. Döbrentei Kornélt felhívtam, kész, kérlek szépen az oldalja. Fantasztik, bombasztikus lesz, vagy majd felolvasni. No, szuper. Viszont most kaptuk, hírül vettük, hogy... Kész. Kész van, majdnem hála kész Isten, van. Nem, kész van, csak itt rá kell tenni. Na, hogy fog kinézni, mert képeket láttunk róla, ezt most nem tudjuk megmutatni sajnos, úr de Isten. Hogy fog kinézni ez a... Fantasztikus, egy könyv, de nem akarok elé menni a dolgra. Hogy mondjam, először is a súlya. Hát 7000 kiló, 7 tonna. Tehát 7 tonna. Óriási. Három darabból, van egy alap, akkor van egy könyves akármi kérdés, és akkor ott a lapok. Aranyjal, az összes aranyérmesnek a neve, kérlek szépen. Míg a világ lesz, örökké, kérlek szépen, emlékezni fogunk rá. Én azt mondom, kérlek szépen, hogy ugye fantasztikus dolog lenne az, hogy ugye tananyaggá legyenek. Sikerült ez elképzelésem, mert már részint elindul, és akkor tényleg most októbertől, de tényleg ezeknek az embereknek, a fantasztikus, hogy mondjam, világéri sportolóknak az életútja, igenis, legyen tantárgy. És akkor kiderült az, hogy nem is, én arra gondoltam, hogy osztályfőnöki óra, nem, történelem óra. Kitűnő, történelem óra, tantárgy lesz, kérlek szépen, az egyik. A másik meg, kértem azt, hogy ha lehetséges, és azt mondták, tehát rendkívül pozitív volt a viszonyja ennek a történetek, hogy minden olimpia előtt, az olimpia estűt itt, ezek előtt, minden idők legnagyobbjai előtt, kérem, tegyék le, annak utána menjenek Párizsba, Londonba, Los Angelesbe, vagy éppen Sydneybe az olimpiára. Itt tegyék le az olimpiára. Puskás Ferenc előtt, Gerevi Csaladár előtt, Paplaci előtt és Csermák Jóska előtt, vagy a Kelet Járnyes, aki akkori világ legnagyobb tornásznője volt. És szerintem, és akkor azt mondták, óriási dolog, kérem, mindent megtesznek annak érdekében, hogy így legyen. Mivel, hogy a görögök is így csinálják, lemennek olimpiára, és akkor onnan. Így van, és ez nagyon is jól van így. Tehát befejeződött az elkészítés, nagyon fontos kérdés, hogy mikor vehettük birtokba azt a teret, hiszen a városgondnokság azért megtett mindent. Ott le a kalapa, és a városvezetés Bozai Pista kitűnően a csapatával, kérem, oda tette magát. Jeles polgármester úrunk is, kérlek szépen, le a kalappal. Tehát ő nem csinálta azt, mint Karácsony Gergely, Cserpakovics Andis, kérlek, le a kalappal előtte, azon nyomba, kérlek szépen, ugye ráállt erre a történetre. Mondta, figyelj, soha nem lehet tudni, hogy mire jó. Hát ez arra volt jó. Székesfehérvár.
ebben az évben ünnepli a 800. évfordulóját aranybullának. Egy, kettő, Szent István 972-ben született, 1050 éve történt. Három, 972-re datálódik az alapítása a városnak a Géza fejedelem részéről. Hát akkor miért? Ilyen triumvirátus volt. Igen. Akkor még Szent István is itt nyugszik. Hunyadi Mátyással együtt. No. Kérdés, hogy milyen program lesz a megnyitón, és mikor... Bombasztikus, bajta! Kérlek szépen, először is a megnyitó napja. Október 11, kedd, délelőtt 11 óra. Azért délelőtt, hogy az iskolások az oskolába jöjjenek, kérem, jöjjenek csapatostul, sokan. És kérlek szépen, akik meg vannak hívva, és akik már visszaigazolták, ismerős arcok. Fantasztikus lesz. A 100 tagú cigányzenekarból 10. Mága Zoltán, kérlek szépen. Tolcsai Béla, Döbrentei Kornél, Eperjes Kára. Tehát lesznek emberek. Nagyon jó. Lesznek emberek. Én azt hiszem, hogy ezt rendkívüli méltóság kíséri majd. És jár az elismerés természetesen mindenkinek abban részt, aki ebben részt vett. De meg is köszönöm mindenkinek, aki segített. Milyen tervei vannak az Aranycsapat Alapítványnak ezen túl, hiszen tudom, hogy folyamatosan dolgoztak. Hát mennek, kérlek szépen. Hát ugye itt az Olimpia Parkkal annyi, kérlek szépen, hogy még azokat a magyar sportolókat is, akik mondjuk a történelmi Magyarország korában, egy példát, itt 1960-ban Balázs Jolán, Jolanda Balázsnak mondták. A női magasugrás. Úgy igen. Van, kérlek szépen. 180, akkor az óriási eredmény volt. Olimpia bajnok lett az Örökvárosban, Rómában. Tehát azokat is. Akkor ugye Francia Zsuzsa, tehát a Pfizer, hogy hívják, milyen Katalin, kérlek szépen, a Pfizer kitalálója, Karikó Katalinnak a lánykája, kérlek szépen, kétszeres olimpiai bajnokunk evezésben. Tehát ezek akár a diaszpórából, akár kérlek szépen a történelmi Magyarországról, a felvidékről, vagy délvidékről, akik olimpiai bajnokok lettek, vagy legalábbis érmesek le, egy kis valamiféle fajta, hát legrosszabb esetben mellszobrot kapjának ott. Világos. Tehát ez a olimpia, legyen egy tényleg egy fantasztikus nemzeti zarándokhely. Ez a lényeg, nemzeti zarándokhely legyen. No, hát én ehhez kívánok. És minden évben, igenis ünnepeljük ezt meg, nevezünk egy napot, és akkor mit tudom, valamelyik napot kérlek szépen, szeptemberben, amikor az iskolások már mennek iskolába, és akkor tényleg álljuk körbe, és ünnepeljük ezt. És akkor én azt hiszem, hogy ez a 70 éves alkalom, ugye, hogy a 70. évfordulóját ünnepeljük most, ez az egész ország, az egész nemzet háláját fejezi ki, és fejezze ki, míg a világ ezt. Én úgy gondolom, és meg vagyok győződve arról, hogy 500 év múlva se fogják megdönteni. Kívánom azt, hogy sikerüljön, de ahogy látja az ember az erősödő konkurenciát, még 215 országot kérlek szépen. Bizonyos vagyok benne, hogy így lesz, és köszönöm szépen a munkátokat. Én azt tudom ígérni, és kedves nézőink, önöknek is mondom, hogy október 11-én 11 órakor ott leszünk az Olimpiai Parkban. Külajosnak köszönöm szépen, jó egészséget, és minden jót neked. Köszönöm szépen. Hála Istennek, sikerült. Kedves nézőink, a két olimpiáról beszélgettünk ma Külajossal, az Aranycsapat Alapítvány elnökével. 50 esztendeje Münchenben egy remek szereplése volt a magyar színeket képviselő sportolóknak, illetve 70 éve mindenők legeredményesebb olimpiája tiszteletére. Itt Székesfehérváron az Olimpiai Parkban lesz egy fantasztikus emlékmű Melokkó Miklós alkotása. Október 11-én 11 órakor várjuk Önöket. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Viszontlátásra! A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.